Sziasztok! A mai napon elkezdődik a World of Tanksben a Hold Wave 2024-es eseménye, sárkányébe. És hát ugye a Draconia, az a sárkányládákban az egyik új tank, vagy hát inkább úgy fogalmaznék, hogy a valóban új tank, ugye a másik az a Miel, egy boroskóla 3D skinnel, nagyjából olyan, mint egy Object 252U, vagy Defender. Igazából csak a 3D festés az eltérés. Szóval az egyetlen új tank a ládákban, ez a 9-es térű szovjet prémium közepes tank, ami fordított, szekvenciális, táras manikával rendelkezik. Igen, tudom, kicsit bonyolult, de szerintem ezt egyszerűbben nem lehet megfogalmazni. Szóval kezdjük azzal, hogy miért pont ez a replay, miért nem egy jobb csata. Nos, azért, mert ez a tank, amikor én tesztelgettem nagyjából 4 órán keresztül, hát tulajdonképpen egy gyengébb verzióban mutatkozott be nekünk a streamen. A Wargaming nekünk már kedden megadta a lehetőséget, hogy játszunk a tankkal, de azt mondták, hogy szerdán fogják felbuffolni, de ez nem történt meg, lehet, hogy elfelejtették, nem tudom. Szóval papírform alapján a mai napon csütörtökön, amikor maga az esemény is elstartolt, ezt a tankot felbuffolták. Na és emiatt választottam ezt a replayt, ezt figyeljét. Tehát szerintem ez egy SnipeRingyó tank, és pontosan emiatt. Úristen, egyszerűen annyira hulladék, arra szavak nincsenek. Tehát ez egy olyan táros szovjet közepes tank, mint az IS-3. Tehát legelső lövedék, tehát ugye, amit alapból betöl a tárba, ez a leggyorsabb. Ez alapból egy ilyen 8,5 másodperc. Ha van bent a pótkaja, társadiség, ugye biaképesség, ventilátor, meg egyéb ilyen bónuszok, akkor ilyen 7,6 környékre lehet lecsökkenteni a töltési időt. És akkor a második lövedék az még lassabban töltődik be, a harmadik pedig a leglassabban. Tehát ez a tankkal a mechanika, lősz 2-t, majd még egyet, és innentől, ha a DPMS-et 4 kimaximalizálni. Jó, oké, tudom, megint ez egy ilyen fura megfogalmazás volt, szóval a DPMS-etnél maximalizálni, akkor ugye onnantól kezdődően egy lövető módban kell használni a tankot. 320 alfa, 2 lövedék hozzá, APCR alapból, tehát ez nem a prémium, hanem az alaplövedéke. És egyébként a Wargaming a pontosságát, az APCR penértékét fel fogja erősíteni, viszont a páncélzat, illetve ugye a mozgékonyság, meg a tank viselkedése alapvetően, hát tulajdonképpen ebben a gyengébb verzióban is olyan volt, mint ugye a buffert verzióban. A Wargaming tulajdonképpen a löveget fixálta. Na, kezdjük a mozgékonysággal. Szerintem a tank mozgékonysága hozza azt a szintet, amit el lehet várni egy 9-es térű szovjetmettől. Igen, SnipeRingyó tank. Tehát ebben a körben amúgy annyi ilyen luklövésem van, hogy az egész elképesztő, és amúgy pont emiatt választottam ezt a csatát. De visszatérve a mozgékonyságára. Szóval a mozgékonysága hozza a 9-es tier, hát megszokott paramétereit, de szerintem a mozgékonyság teljes mértékben kielégítő. Egy turbó szerintem mindenképpen kell rá pattintani. Szerintem a csaták a régi pörgősek az EU szerveren ahhoz, hogy ezt kihagyni, és akkor kirültünk a világból, mert csak a páncélzat. Szóval a páncélzat tulajdonképpen úgy működik, hogy van papíron egy 110 mm frontra rendelkező testpáncélzat, ilyen 250 mm effektív páncélvastagságra rendelkező toronypáncélzat, de a páncélzat a következőképpen működik. A lövegpajzsáról lepattannak. De ezeken a pontokon már ilyen 230-250 mm pen környékén beütik a tornyát, a kupolát lényegében bárki elsznájpolja, a teste is full papír, illetve a hasülemeze. A hasülemezén nagyon könnyen lehet gyújtani, illetve ez a tank nagyon könnyen kap lőszerrekeszt, nagyon könnyen felrobban, ami azt jelenti, hogy felszerelésből szerintem a kísérleti HP booster az mindenféleképpen kell rá, a V-stab mindenképpen kell rá, a harmadik pedig szerintem legjobb esetben egy kísérleti turbórendszer, vagy csak egy sima normál turbórendszer. Nekem van hozzá egy alternatív konfigurációm optikával, ugye CVS-szel, parancsnok látási rendszerével, meg V-stabbal. Ezek ilyen nyíltabb térképeken, mint Muró, Rohó, Majnovka, stb. És akkor ugye az egyik oka, hogy ezt a replayt nézzük és nem mást, az elsősorban ez a SnipeRingyó képesség. Tehát ez a tankkal aktívan szerintem nem lehet játszani. És mondom, szerintem le fogom húzni ebben a felvételben ezt a tankot, de van még további nagyjából 4 órányi content az élőadások között. Nyugodtan nézzétek meg, hogy ezen kívül milyen mérkőzésén voltak. Nyilván voltak jobbak, rosszabbak, voltak pekkesebbek, szerencsésebbek, de összességében ez egy SnipeRingyó tank, és azért illetem ezzel a jelzővel, mert ez a tank elképesztően nagy luftokat képes lőni. Ugye a borost azonnal intézzük, és akkor itt van nekünk a Patton tank. Ugye Patton tank ez az ajándék Patton. Hát amit karácsonyra megkapott minden játékos, és úgy voltam vele, hogy oké, lehet, hogy 1v1-ben nem vagyok képes elbánni az ellenféllel, szinte semmi ellenféllel, de egy Patton tanket meg lehet reptelni. Szóval arra gondoltam, hogy akkor és akkor a másik előnye ennek a tanknak. Maga az oldalpáncélzat rendkívül hatékony. Valamilyen szinten rétegelt, valamilyen szinten működőképes. Úgy emlékszem, hogy 85 mm, ami azt jelenti, hogy ha nagyjából az ellenfélhez képest ilyen éles szögben döntöd, az ellenfél jobb esetben le fog pattanni a páncélzatról. Visszatérve a lövedékekre. Ugye az APCR, az alaplövedék rendkívül gyors, nagyjából ilyen 1500 m/s lövedésmesszire képes. A Wargaming felbefolja az APCR penértékét, tehát ez egyébként elvileg a mai naptól még OP-bbá válik. Az AP pedig a prémium lövedék. Jó, tehát itt nem full boldal lövök, hanem APCR-re, és szerintem ez egy remek balansz egyébként, mert a 268 mm átlagos penérték tök király, viszont ugye a lövedésebesség eléggé gyér. Ez az AP az egy ilyen közelharc lövedéktípus, az APCR pedig ugye a sniper lövedéktípus. És én mondtam nektek, hogy a tankot lényegében használjuk, lövünk kettőt, majd még egyet, és akkor intől kezdődően átadunk ilyen egylevetű üzemmódra. És szenvedünk a Patton tankkel szemben. Ugye az APC lövedék az szerintem nektek is sok esetben igazából idegesítően rosszul fog működni, ennek pedig elsősorban szerintem az az oka, hogy az APCR lövedék normalizációs értéke ugye 2 fokkal rosszabb, mint az AP-nak. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy nagyjából 3 fokkal csökkenti az effektív páncélvastagságot ez a lövedék normalizációs értéke a PCR-rel és 5-tel AP-val. Az AP az nem csak magasabb penne rendelkezik, de főleg az ilyen döntöttebb páncélzattal rendelkező tankokkal szemben, akár egy Patton tank, vagy akár mondjuk egy STRV, ami tipikusan ilyen nagyon jól döntött páncélzattal rendelkezik, vagy akár egy 277, a tankot nevezzétek meg ti. Tehát, hogy ezekről a tankokról az APC-re fog pattanni. És mondom, ez a lövedék tulajdonság miatt van, nem pedig azért, mert a tank gyenge lenne, vagy rossz lenne, vagy bármi. De most a Patton tanket elbántam, de ugye ki volt használva a páncélzatunk. A Patton tank nem mert ránk píkelni, és igazából szerintem ez a replay arra tökéletes, hogy a tankot bemutassa, mint sniper, ugye a kör elején, mint brawler a kör végén. És ami viszont ebből a replayből kimaradt, az ugye annyi, hogy a Patton tank nem mer bennünket betámadni. Ergo, hogyha az ellenfél kicsit tökösebb, rátok tolja, ezzel az 590-nel nehéz tartani a pozíciókat. Teljes mértékben defenzív tank, offenzíven nem lehet használni. Vagy legalábbis, amikor én teszteltem, akkor nem lehetett. Lövedéknek, inkább a lövegnek úgy mondom, 5 másodperc kell ahhoz, hogy beszűküljön, néha beadja ezeket a lövéseket. Ezeket én sem értem, viszont hát ja. Luklövések, misszek, Néha beadja, néha nem adja be. És akkor összességében erről, az 590-ről. Nem egy OP tank. Tehát a löveget ugye felbefolja a Wargaming, ahogy ezt láttátok. A Gundapack kap pluszpontosságot, kevésbé fog szétesni a célkereszt. A lövések között nem 4,3 másodperc fog eltelni, csak 4 másodperc, tehát ilyen sávfutúr 4 szinten fog működni a tank. Nem egy rossz dög, tehát nem OP, nem szörnyű, hanem én hát egy ilyen, mondjuk ha 1-től 10-ig én értékelni, adnék rá mondjuk egy 6 pontot. Mert gyengenek nem nevezném, most nyilván az, hogy egy Patton tankkel el tudnunk bánni, vagy nem tudtunk elbánni, az megint egy más kérdés, de a tankkal a legfontosabb. Ez nem egy offenzív tank, ezzel támadni szerintem effektíven nem lehet. Ha mégis támadtok vele, mindenképpen csapatban, tehát menjen veletek valaki, és akkor ketten, hárman, egy tankkal el lehet bánni. Ennek mindenképpen egy olyan szerepe van a játékon belül, hogy támogatja a csapattársait. Tehát szólózni ezzel a tankkal nehéz. Ez egy teljes mértékben támogató tank, kör elején teljes mértékben egy ilyen SnipeRingyó dög, amivel vagy el fogod találni a célpontokat, vagy mindent elmisszelsz, a löveg eléggé hektikus, majd meglátjuk, hogy a buffot követően mennyire fog jól működni ez a főfegyverzet. Arra készülni kell, nincsenek bent ugye a legénység képességek a vezetőnél, ugye, ami csökkenti a gyújtás esélyét, a töltőnél, ami csökkent ugye a lőszerekhez a robbanás esélyét, illetve nincsen bent a kísérít HP booster, akkor ez a tank gyulladni fog, robbanni fog, egy nagyon törékeny, sérülékeny tank. Ezért a tankért a ládákkal szerintem nem igazán érdemes megvásárolni. Tehát ha valaki most attól fél, hogy lemarad egy OP9-es dögről, akkor nem fog. Viszont prémium, a pénzt egész jól hozza, formolja a kötvényt. Szóval el lehet lenni vele, nagyjából a játékélmény olyasmi, mint egy Projectóval. Csak mondom fordítva. Mert egy projektor ugye arra játszol, hogy betöltöd mind a 3 lövedéket a tárba, és akkor lősz egyesével, ugye a max DPM érdekében tárazol, éppen kell a burst, ezzel viszont általában arra szól a fáma, előved a 2 lövedéket, majd a harmadikat, és amikor ezt ugye újra tölti, akkor átállsz ilyen elővet üzemmódra, és akkor a DPM értékét kimaximizálod. Vagy kimaxolod, nem tudom miért így fogalmazok. Nos, hozzászólásban írjátok meg a meglátásaitokat erről a 9-es térű szovjet közepes tankról. Ha több kontentre vágytok, akkor van nagyjából 4 órányi élőadás felvétel a csatornán, mindenképpen nézzétek meg, mert lesznek ettől jobb körök, ettől gyengébb körök, és tulajdonképpen annak a folyamatát mutatja be, hogy én milyen felszereléseket találtam a leghatékonyabbnak erre a közepes tankra. Nos, ha tetszett az élőadás, egy lájkot mindenképpen lőjetek rá, én Chef voltam, nagyon szépen köszöntöm, a figyelmeteket is tudjátok, hamarosan megtalálkozunk, addig is sziasztok!